Jó estét kívánok! Van egy darab olyan mobiltelefon, amennyire én tudom, amelyben decibelmérő is van, és eddig lövésen se volt, hogy mi a túrónak. De érdekes, hogy különböző közönségek különböző hangerőt képesek kifejteni. Ez a közönség például rettenetes hangos tudat lenni. Köszönjük szépen! Nagyobb az ordítás, mint eddig. Előző adásunkban közzétettünk egy bizonyos bögre... Fáj nekik, azért! Egy bögre nyeréssel kecsegtető feladvány, csak azt nem nagyon tudtam elmondani úgy értelmesen, hogy hát azt... Nem, tulajdonképpen értették, nagyon sok levelet kaptunk, egy dolgot nem sikerült egyértelműen elmondani, hogy alapvetően csíp-csúp bajokra, ügyekre, megoldatlan rejtélyekre szeretnénk számítani. Tehát nem olyanokra, amelyekkel mondjuk valaki elrontotta az életét, mert ebben valószínűleg mi sem tudunk segíteni. Szeretnénk mókás kommentárokat hozzáfűzni valami kisebb problémához, ez volt a vágyunk. És akkor az itt ülő vendégek és a heti hetes, és önök a heti hetes nézői a sajátos stílusunkban majd orvosolják azt a bizonyos problémát. Egy probléma azért érkezett, próbáljuk meg ezen segíteni. Jó, Krisztina ezt írja. Valamelyik este autóm hátsó szélvédőjét a házunk előtt valaki úgynevezett graffiti stílusban összefirkálta. Pár hetes nyomozás után sikerült kideríteni, hogy ki volt a tettes és hol lakik. Autómat nem mosattam le, a felirat még mindig látható. Önök hogyan rendeznék le ezt az ügyet? Segítségüket köszönöm. A farkasházi mind a 10 ujját megnyalta volna, ha csak befestik a kocsiját. Én azt tudom, hogy ki csinálta, bemártanám vízbe, és vele lemostám az autómat. Ez egy nagyon ostoba módszer, ne haragudjál, hogy direktben megmondom. Krisztina nagyszerűen csinálja, nem mosatta le, ugyanis ez az egyetlen védekezési dolog. Ha lemosatod, akkor olyan, mintha újra szűz lennél, tehát csak egyszer lehet szűznek lenni. Tehát nekem van egy 16 éves autó, most megy másik gimnáziumba, és háromszor volt eddig lemosva. De nem is száll be hozzád senkit eddig. Tudnék, ócska öreg kocsinak néz ki, mikor újkorában is így nézett ki, és ezáltal nincs semmi probléma, mert már nem kacolják össze, és nem irigykedik senki. Én meg belül vagyok a kocsiba, hát mit érdekel engem, hogy kívül a szép legyen? Az én autómat azt meg minden nap leköpték, reggelre ott volt rajta, és mindig ugyanott. Egy idő után gyanút fogtam, hogy direkt van, és nem véletlenül, de aztán arrébb álltam. Mint ahogy előző adásunkban megpróbáltam már elmondani, ennek a hírnek is várjuk önöktől is a megfelelő kommentárját, a legszellemesebb kommentár pedig majd bögrével fogjuk jutalmazni. Én viszont elmondok egy másik problémát, ez azért érdekes, mert a kedves beküldő egyben a megoldást is megtalálta, tehát tulajdonképpen itt egy lecsengett történettel fogunk találkozni, de annyira szép, hogy muszáj megosztanom önökkel. Azt mondja, hogy tisztelt heti hetes, 29-i adásban sugárzott felhívásukra, elmeséljük pénzhez jutásunk történetét. A forint árfolyamának kedvezőtlen ingadozásáról a rádió híradásaiból értesültünk. Ezért, valamint az infláció tervezetnél magasabb mértéke miatt elhatároztuk, hogy az évek során nehezen megtakarított pénzünket, mielőtt értéke jelentősen lecsökkenne, jótékonysági céllal felajánljuk egy szegény, becsületes családnak. Ezeknek a kritériumoknak leginkább jó magunk feleltünk meg. Az objektív megállapításunkat tett követte. Így jutottunk a közelmúltban kevéske pénzhez. Hölgyeim és uraim, Bajor Imre! Dámölgyi János! Hernádi Judit! Bancsa István! Géri László! Farkasházi Tivadar!
észrevettem, bocsánat, mert ti mindannyian őszültök. Csak én festem a hajamat. Meg én is őszre. Különben holló fekete vagyok. Na. Csiszár Jenő bedobta a törülközőt, és egyelőre eltűnik a képernyőről, inkább fiatal tehetségek felfedezésére, helyzetbehozására helyezi a hangsúlyt. Mint mondotta, a magyar média egy piti szemétdomb egy csomó piti kakassal. Bizony, és ha felfedezi a sok felfedezettjét, akkor meg sok kis média genya lesz. Hát egy felfedezettjét szeretném bemutatni önöknek, úgy hívják, hogy Jáksó László, mert... Akkor neked lett igazad. Laci, te a héten helyettesítetted Bolyos Bocskort is, és ezzel a két helyettesítéssel te vagy a 18-49 között az első-második a nézettségi listán, így névsorban haladsz, mert akkor ezek szerint én jövök a Gálvölgyivel, tehát... Nem, azt akartam mondani, hogy a Gálvölgyi showba még nem tudnám befúrni magam. De. Az igaz, hogy te leszel a híradóban is, meg a felhőket is te tologatod? Én leszek a felhő is. Igen. Bocsánat, nekem csak az jutott eszembe, hogy a piti szemétdomb egy csomó piti kakassal, az ugye ugyanaz értelmét tekintve, mint hogy mindenki hülye, csak én vagyok helikopter. Nem. Én megpróbáltam komolyan venni ezt a hírt, és szerintem nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Például az első, ami eszembe jutott, hogy hát lehet, hogy igaza van a Csiszárnak, de akkor itt jó néhány kiskakas megtalálta maga gyémánt fékrajcárát, lehet, hogy ő még nem akkorát, mint amit szeretett volna. A másik meg, hogy miért csak a kakasok? És mi van a tyúkokkal? De én meg azt látom a médiában, hogy... Hadd mondjam, ezt a könyvet lesz. Darvas László írt, és tőle kaptuk. Én találtam benne egyrészt abszolút Csiszárnak valót, azt mondja, várd ki az estét, szól a csótány, és akkor sótány! De van itt egy kakasvers is, ami talán, hogy egy kicsit tovább gondolok, nagyon jó. Szemétdombom vitrinek, szólok minden csitrinek, gyertek, gyertek, ti kis butik, rátok vár egy cikis butik, libatop és kikeríts, jó nagyokat kukoríts, mert ha nincs több kukorék, szétpattan a buborék. Nem tudom, mondtam-e, hogy Darvas László Darvas Szilárd, a kitűnő magyar konferencia, humorista, költő fia. Köszönjük a könyvet, különben köszönjük. Ezt már régen gondolta ezt a kiskakas meg szemétdomb dolgot. Emlékszem, hogy egyszer azt mondta nekem, hogy csibém. Kedves nézőink, Csiszár Jenőre emlékeztem. Kossuth Lajos leszármazottak tiltakoztak az ellen, hogy az SZDSZ pártpolitikai alapon megkezdte a Kossuth bicentenárium ünneplését. Az évfordulóra a kormány is készül, 230 millió forintot szánnak rá. Ezt én nem értettem, többször elolvastam. Először is azt nem értem, hogy amikor majd a kormány készül, amögött nincsen nyilván pártpolitikai szempont, ezt megértem. Azt már kevésbé értem, hogy a Kossuth leszármazottoknak miért most lett be... Kik ezek? Ismeritek ti ezeket? Mert mondjuk évtizedekig... Én ismerem, hát nem viccelj, pár hónapja együtt ebédeltem Kossuth Lajossal. Igen? Nyírségi állatorvos. És ő is leszármazott? Azt nem tudom, de csak oldalági leszármazottak vannak, tehát érdekes, hogy... Kérdezz már meg tőle, hogy évtizedekig nem zavarta, hogy mindenféle pár senki házi Kossuth díjakat kaptak, és akkor nem szóltak egy szót. Egyébként Szamóca azt mondta, hogy ő levetetni a Kossuthot a Hősök teréről. Mi? Magát nem. És ő nem akárki. Mert ő Széchenyi, és neki most belülről teljesen azonosult, és igen, problémája van Kossuthal. Ez teljesen értem. Megyesi Péter pedig Deákra esküszik, úgyhogy lesz itt hadd el, hadd nem. Ja, de azért megértem. Visszatérve Kossuthoz, volt egy olyan 67 után, ahogy... A magyar társadalom úgy kezdett elfeledkezni a 48-as eszméikről, és egyre jobban érezte magát ebben az egész császári hóbelevancban. Közben ezzel párhuzamosan valamilyen groteszk módon egyre népszerűbbé vált Kossuth, aki közben emigrációban élt. Tehát abban a pillanatban, amikor Magyarország a szabadság eszményeit kezdi elfelejteni, akkor válik népszerűbbé Kossuth. Úgyhogy én érdeklődéssel figyelem, mi jön ezután. Én a
azt mondom nektek, a Széchenyi terv után, a Kossuth terv után jön a füstbe mentek. $200 milliárdos gazdaságélénkítő csomagról számolt be a miniszterelnök a soproni kihelyezett Fidesz frakcióülésen. A képviselők örömmel fogadták a Széchenyi Plusznak nevezett másfél éves programot. Az összeget nem a költségvetésből vennék el, hanem az Exim és a Magyar Fejlesztési Banktól vennék fel. Elképzelem, hogy bemegyek a bankomba. Azt mondom, hogy kérek mondjuk 5 millió forint hitelt. Erre nekem ugye elzálogosítják a lakásomat, az autómat, kecskémet, kutyámat, mindent az ég adta a világon, és utána meggondolják, hogy esetleg adjanak-e nekem 5 millió forintot. Na most, itten 200 milliárd forintról van szó, ugye, ha ezt kiszámoljuk, úgy néz ki, hogy egy emberre, egy minden magyar állampolgárra 20 ezer forint jut, tehát egy négytagú családra 80 ezer forint, minthogy azonban Magyarországon a fizetőképes emberek kisebbségben vannak a nem fizetőképesekkel szemben, így ezt nyugodtan meg lehet háromszorozni, akkor ez 250 millió forint lesz családonként. A kérdésem az, hogy amikor a kormány bemegy egy bankba, és felveszi ezt a hitelt, ki a kezes? Mi a jelzálogkölcsön? Kinek a lakását zálogosítja el ilyenkor a kormány? Abban az esetben, ha a kormány valamiért nem fizeti vissza, mert éppen, meg tudom én, hát hajléktalanná vált, akkor ki lesz rajta kívül? Ki lesz rajta kívül még hajléktalan? Még soha nem lobbiztam lóversenyügyben, és ugye Széchenyi az, aki megteremtette a magyar lóversenyzés 175 éve, véletlenül a Ferencvárosba futották az első versenyeket, a Hazafi díjat és a... Hányba volt és hány órakor pedig? Ha nem válaszolsz, kész. Ne is mondd tovább. 1827, Hazafi díj és asszonyságuk díja. Megőrülök. Hány lábba volt a ló? És ha most a fogadási rendszert nem hagyják meg a magyar lóversenyzésnek, hanem a külföldi versenyeket úgy be lehet hozatni, hogy nem a magyar lóversenyzéssel együtt bonyolítják le, akkor vége a magyar lóversenyzésnek, és most a zárszámadási törvénybe akarják megcsinálni, hogy a szerencsejáték külön behozza a külföldi versenyeket, és akkor bezárhat a magyar lóverseny. Csak ha Széchenyi ennyire tetszenek szeretni, akkor a lóversenyt is egy picit. Orbán Pétert másodfokon is elmarasztalta a bíróság, amiért Tasnádi Péterről a Napkelte 1999. október 18-ai keresztüzében azt híreztelte, hogy megbízásából ismeretlen személyek 30 milliós ajánlatot tettek rendőri vezetőknek szabadlábra helyezése érdekében. Állításait a bíróságon nem tudta bizonyítani, és mivel ezzel megsértette Tasnádi jó hírnevét, a bíróság jogerős ítéletében arra kötelezte, hogy saját költségén szolgáltassa neki nyilvános elégtételt. Hogyha jól értem, akkor ez a Tasnádi és a rendőrség mérkőzésnek egy eléggé jelentéktelen mellékszála, igaz? Akkor a hírban a legfontosabb az, hogy 1999. október 18. Tehát ennek az apró mellékszálnak az eldöntésére 2 évet kellett várni. Akkor a fantáziájukra bízom majd az egész ügyet. Majd. Nekem először azt tetszett, hogy azt mondja az Orbán, hogy ismeretlen személyek 30 milliós ajánlatot tettek rendőri vezetőknek. Mi az, hogy ismeretlen személyek? Hát miért nem ment oda a rendőri vezetőkhöz, és miért nem kérdezte meg tőlük, hogy te, Jauzsi, az anyád úristen, hát kivel beszéltél te? Ez az egyik. A másik. Hogy ezt a szegény Tasnádit, ezt a rendszerváltás után nem sokkal kinevezték a magyar keresztapának, nyilvánvaló módon az akkori kormányzat, bűnöldözés, stb. Úgy érezte, hogy itt van ez a bontakozó ország, bontakozó demokráciával, kell bele egy keresztapa, mert egyébként hogy nézünk ki? Hát keresztapa kell. Mafia főnök. No, azóta ezt a Tasnádi nagyon szépen betölti ezt a szerepet, jóvágású, szép darab, erős ember, tehát jó embert választottak erre a célra, most gondolják meg, mi lett volna, ha mondjuk a Bajor művész urat választják. Hát mindenki ezzel röhögne. Tasnádi kiváló. Csak hogy most itt az történt, nem tudom, felfigyeltek-e rá, hogy a független magyar bíróság a rendőrkapitányt arra kötelezte, hogy kérjen bocsánatot a maffia főnöktől. Hát ilyen ország még nem volt.
Nem csak az, hogy kérjen bocsánatot, hanem megsértette a maffia főnök jó hírnevét. Pontosan így van, a jó hírnevét megsértette. De ha jól tudom, föl is jelentette a belügyminiszter urat, ugye, és állítólag bizonyítékokat adott át. A Tasnádi. Azt hittem, tudtok erről valami. Ott olvastam egy... Azt hittem, hogy már megbeszéltétek. Én tudok, csak nem merek róla beszélni. Hogy az meg egy bérgyilkossal szerette volna őt megöletni, aki most Bécsben van. Jó, hát egy hospice-nővért nem küldhetett, hogy öljen meg a Tasnádit. Hát miért ilyen? Ilyenkor, amikor az ember valakit meg akar öletni, akkor bérgyilkos fogad. Van egy ilyen szakma. Visszatérnék szegény Orbán Péterre, ugye, aki sajnos konkrét ügyekkel foglalkozik, és ezzel támadóan fizetni kell a rendőrségnek miatta, hogy mi lenne, hogy múlt héten beszélgetettek a tűzoltók veszélyességi pótlékáról, hogy mi lenne, hogyha neki külön adnának, hogy legyen miből fizetni ezt a cehet, ilyen szeszélyességi pótlékot. Van egy jó hírem egyébként a rendőrségi ügyben, a héten megtalálták a 100 fok Celsius csizmáit. Hál a jó! Azt hiszem, az a híres kutya szagmintát vett róla, és... Azóta a kutyát eltemették, de megvan a kutya. És a kalapok, azok nincsenek meg? Én most énekeltem, az Orbán Józsi megkért rá, aki a 100 fok Celsius énekese, hogy énekeljek vele egy duettet, és mit, és azt fölénekeltem, azt mondják, nagyon jó sikerült, hát neki nincs hangja, de én... De mi, hogy mi volt a szám címe, amire fölkért a Józsi? Mi a szám címe? Na. Én vagyok az utolsó vendég. Hát, hogy miért? Nagyon fájt nekem. A börtönkoszt nem kellő fűszerezettségére panaszkodva kérte idő előtti szabadlábra helyezését egy hongkongi elítélt. A bíró azzal utasította el a kérelmet, hogy a férfi már ötször volt büntetve, hozzászokhatott volna a börtönkoszthoz. Ezek szerint a Tasnádinak jól főznek. Igen. Az a cikki, amikor az elítélt már spárgalevest kap, képzeld el, szoktassa magát a kötélhez. Közelítsünk ehhez a problémához, mert mindjárt közelítünk. Szóval közelítsünk ehhez a problémához. A jogállamiság nagyon szigorú felfogása mellett ezt az ember, kérem szépen, szabadságvesztésre ítélték. Nem gasztronómiai jellegű sanyargattatásra. Ezt végig gondolta, és rájött, hogy a gasztronómiai jellegű sanyargattatás, ami nem volt benne az ítéletben, ez konvertálható tulajdonképpen szabadságvesztés időtartamává, és ha ezt figyelembe veszük, akkor ő már leülte a büntetését, teljesen korrekt, csak hogy. Már azt hiszték, hogy vége van, mi? Nem. Amennyire emlékezetem nem csal, például nekem különböző menzákon, katonaságnál, meg efféle helyeken oly mérvű gasztronómiai sanyargattatásban van részem. Volt részem, hogyha én ezt konvertálnám, akkor kiderülne, hogy mostantól kezdve a halálomig terjedő folyamatos adócsalást előre leültem. Újabb kérdés. Első fokon 10.000 forintot vesztettem, a rendőrséggel szemben, de másodfokon nyertem, úgyhogy csak szigorú figyelmeztetést kaptam. Nem, az a dolog lényeg, hogy mikor megkaptam a 10.000 forintos büntetést, oda volt írva, hogy vagy 5 nap elzárás, vagy 2 nap közmunka. Na most én az arányokat nem értem. Hát ülni 5 nap ülés az egyenlő, tehát dolgozni a legrosszabb? Tehát... Igen. Hát te ezt tudhatnád, Teddy. Tehát egy nap... Munka az 2,5 nap ülés? Hát legalább. Hát kérlek szépen, attól függ, hogy kivel vagy egy cellában, egy mert ha olyan nagy darab és nagy természetű ember, akkor lehet, hogy már az ülést nem is fogod akarni. Igen, ha papás, mamás kell játszani. Az... Egy ismert pécsi vállalkozó helyett börtönbe vonult, és ült közel egy évet H. István. A csalás miatt elítélt tettes több millió forintot ígért neki, ha helyette leüli a büntetést. Mivel lebukott, így kiszabadult a börtönből, de a beígért pénz természetesen elmaradt. Lehet, hogy a Szabadi Béla is más helyett ül? De szabadlábra helyezték őt csütörtökön. Tényleg? Mi, ott vártad? Vagy hol van tudom? Hallgattam, meg mondták. Most már mondták. Szabad diagazda.
És a más bemegy helyette? Hát, Jani úgy van öltözve, azért... De gondoljátok meg, hát ez egy őrület. A pasas egy évet ült, most elítélik okiat hamisításért, és leültetik. Tehát azért fog ülni, mert ült. Hát azért ezért nagy... Nem a lényegét nézitek ennek az évnek. Tudjék, először is ugyebár figyelembe kell vennünk, hogy ez már a harmadik ilyen jellegű hír a heti hetesben. Már kétszer volt szó itt bérrabokról. Tudnilik, látható, hogy a bérrabság mint olyan divat szakmává vált. Na most, én végig gondoltam és rájöttem, hogy tulajdonképpen ennek az egésznek gazdasági élénkítő hatása van. Ugyanis, itt van ez az ember, aki korábban nyilván hajléktalan volt, nem volt jövedelme, szükségképpen nem is fogyasztott, tehát nem fizetett egyebek között forgalmi adót az államnak. Teljesen fölöslegesen élt Isten szabad ege alatt, most ezzel szemben kapott 4 millió forintot. A családja elkölti, forog a pénz, élénkül a gazdaság. Eközben a vállalkozó, aki helyett ő bennül, kín van és forgatja a pénzt. Úgy forgatja, ahogy forgatja, de forgatja. Pörög a kerék, kérem szépen, élénkül a gazdaság. Ha ezt, hogy is mondjam, optimalizálnánk ezt az egészet, akkor létrejönne a lakosság egy bizonyos fajta dihotom megosztása, fele kín csal, fele bennül. Elgondolkodtam, hogy egy okirat hamisításért kap szegénykém, ugye bünteti szegénykém, há István, há mint hülye. Na mindegy, hogy oké, hát szegény, na mindegy, hogy okirat hamisításért kap, és hogy, hát mert hogy a másik nevét írta alá most a szabaduláskor, és most is azt írta még alá, és hát ez az okirat hamisítás. Arra gondoltam is, hogyha azt mondta volna, hogy analfabéta, és akkor odaír 3 X-et, hogy mondják meg, hogy nem. Mert az is hamisítás, mert keresztet szoktak, nem X. Igazad van. Bocsáss meg. Én tudom, meg. Mert én is úgy írom. De tényleg, az, például ez hogy okirat hamisít, aki keresztet ír? Ez egy fogós probléma, jövő hétig el lesz. Erre kérjük, kedves tízünk, egy miért? Le, bögrét adok ajándékba. Egy egész cukrot. 33 órát töltött 40 fokos hidegben a 22 éves David, vagy Dávid Merlini, akit utána lángvágóval olvasztotta ki a jégtömbből. De mi ez ilyen nagy dolog? Szibériaiak egy életen át 40 év fokos, vagy milyen hidegben van. Azt tudjátok, hogy a legnagyobb kiszabaduló művész a világon az a Houdini volt. Hogy ne tudnál. Aki véletlenül Weiss-Erik néven Magyarországon született. Láttam a házát Los Angelesben. Pedig nincs is benne Erbe. Mondjál San Franciscót, hát mindegy. Egyébként egyetlen egyszer nem sikerült a mutatványa, az egyben halálának dátuma is. Igen. Tehát azért van ebbe veszély. Nem igaz. Hát művész dolgokban otthon vagyok, hanem nem abban halt meg, hogy a filmen meg egyéb dolgokban van, hanem ő azt mondta, hogy olyan borzaszt erős a hasizm, hogy bármit kibír, és jött egy ilyen részeg röplabdások, nem tudom kik, és anélkül, hogy szóltak volna, ezért odament, és bevágott neki egyet. Hát arra nem volt fölkészülve, és teljesen elvérzett, úgyhogy ebben halt meg a Houdini. De szebb a legenda, hogy egy mutatványba halt bele. Csak hát én ez azt is szeretném... egy mutatvány, hogy ilyet hát mondok, és... Hasba vágnak, úgy halsz meg, hogy na de... Csak hogy ezt a Merlinről írták, hogy most leleplezték, megint ilyen neve nincs senkiházi bűvészek jelentkeznek, hogy van, hát ez egy trükk természetesen. Én hadd mondjam el, hogy bűvészeket soha nem kell leleplezni. Leleplezni a csalókat kell, meg a többieket, bűvész nem kell. Hát azért bűvész, mert ez egy trükk, hát ez egy marhas. Még kell őt leleplezni. Mi kell elvenni az embereket? Nem igaz, hogy a David Copperfield átment a kínai falon? Hát hülye lenne átmenni, tudod, milyen kemény az. Hát nem. És a vonatot se tüntette? De. Ha akarsz, hát egy világom volt bennem össze. Hát. De gyerekek, attól nekem volt egy apósom, úgy hívták, hogy Rodolfo, aki egész jó nevű bűvész volt. Azt mondta, hogy hogy kell zongorázni. Vannak fekete meg fehér billentyűk, nyomogatod. Ennyi. Aztán, hogy ki hogy zongorázik, az megint más kérdés. Képzeld nekem, mutattak egy trükköt egyszer, kevert a kártyát az illető egy órán keresztül. Kiterítette, azt húzzak egy lapot. Kihúztam a lapot, megjegyezt, meg. Azt mondja, jó, akkor tedd vissza. Visszatettem. Fél óra. Keverte. Kitette. Ez volt az? Mondom, nem. Azt mondja, emberek vagyunk.
Igen, az érdekel, hogy mínusz 40 fokban az embernek minden merev? Most például nézzék meg, hogy milyen változások vannak ezzel. Most itt vagyok én, ugye most rám, aki tényleg, hát valljuk be, egy helyes, édes, aranyos ember. Hát gondolom, ez látható, mert hát mondjuk ezt nem közvéleménykutatás. Mondjuk illúzió. Illúzió. Most nézzék meg ugyanezt így. De hogy tényleg, hát... ahogy a Verebes mondaná a Jáksó, tényleg házhoz megy a szél, mert ez kegyetlen. De olvasd kell, hogy mi van ideírva. Azt mondja, Jáksó László megszépült a heti hetet. A milyen lehetett előtte, kérdezik? Ott van benne, hogy milyen voltam előtte. Arról nem is beszélve, mi? Azt nézd meg, milyen voltam előtte. 12 évesen valami fantasztikus. Itt van egy kép, vagy... valami gyógyászat. A Jáksó le van fényképezve egy német juhásszal. Hát, hogy a német juhász mennyire néz ki jobban, az elájulok. Föláll a füle, de aranyos. Hát örülünk, hogy egyáltalán megjelensek. Hát ebbe a formában mondjuk borzasztó. Energiatakarékossági okokból a thaiföldi kormány határozatot hozott, hogy a köztisztviselők vegyék le zakójukat, illetve kosztümkabátjukat munkaidőben. Ezzel elérhető, hogy nem kell olyan erősre állítani a léghűtést. Én azt hallottam, hogy energiatakarékossági okokból volt sötét az Orbán beszéd alatt, amikor az Interpol kongresszus megnyitotta. Elég sötét volt. Nem, már... Állítólag épp azt mondta, hogy amint látják, nálunk közbiztonság van, és marha nagy sötét lett. De csak azért, mert felolvasnék valamit Blikkből, az eredeti, tehát a sötét alatt. A Blik tudósítója folyosón a vadonatúj Windows tesztelte éppen, egy amerikai keresőprogramban 10 óra 15 perckor írta be a Gaspik szót. Abban a pillanatban, amikor az Entert leütötte, sötétbe borult az épület. Később kiderült, hogy a program ismer a Gaspik szót, és közli Magyarországon él, ott keresendő. De mi van ezzel a tájföldi étel? Ott van nekünk egy éttermünk, amit mi nyitottunk a Béláékkal. Na, az meg lesz. Megvan? Most engedik ki, hogy menjen, ott rendet rakni. Menjen a tájba. De állítólag ő volt oda a cuccot a repülő. Most képzeld el, étlenszomjon, ott ülnek a vendégek, rendeltek egy pörköltöt fél éve. De igen, az étteremről már beszéltünk itt annak idején, hát ugye a kisgazdavezetők rengeteget utaztak Thaiföldre, és megállapították, hogy kellemes ország, barátságos nép, szép nők, nem lehet kapni egy rendes patvalpörköltet sehol. Csináljunk egy éttermet, eltársak! Látod, hogy utaztak is rendesen, most, hogy így abbahagyták, tönkre is mennek szépen a légitársaságok rendesen. Valaki tavaly novemberben beszélt a Hócipőbe, a George Pataki életrajzába. A konzervatív jobboldali kormányzó irodája a World Trade Center második épületének 57. emeletén van. Idáig már az arab terroristák bombája sem ér fel. Ki volt ez a barom, aki ezt írta? Te. Ezt én írtam, ezzel viccelődtem. Ugye jó pofa ember voltam? Nagyon humoros. Teddy, valamelyik adásban, mondta a Kéri Laci, hogy levették az akót, hogy... Mondtad, de nem hallott, mert én annyira mondtam, de hogy... De én meghallottam. És képzeld el, kiszúrtam valakit, mert mondtad, hogy tényleg te nagyon büszke vagy arra, hogy úgy nézel ki, mint a kajakosok. Emlékszel, amikor mondtad? Na most képzeld el, én tök véletlenül kiszúrtam itt egy olimpiai bajnokot. Pulai, mondd ez a név neked. Léces, menne oda! Ez a gubanca. Működik. Mit szólnak, hogy tök úgy néz ki a Teddy? Hát, ha én vagyok átlagos, a Teddy az mi lehet, nem? Na most ez szemét. Mutasd meg, légy szíves, hogy
Mögötted a Novák mekkora, hozzám képest. Állj fel a székre, Teddy, és akkor... Nem, rajta mutasd meg, tessék. Teszélj bele, mert így veszik neked. Nem illik, ne mutasd, pedig él a Novák. De várj, nem hasból veszik a hangot, hanem szájból. Nem jó, de jó, működik tényleg. Tessék meg a Novák. Nem illik megmutatni, most mutassam meg tényleg. Szíjad alatt 5 centivel. 3. Körülbelül hát akkor tessék, akkor miről beszélsz? De nagyon jó néztek így ki egy. A Feri is jó néz ki. Most becsület szavamra, ha én nő lennék, egy életen keresztül gondolkodnék, hogy te vagy ő. Ez komolyan most. A Feri áll mindig mellettem. Ne támaszkodj, mert összeesik, vigyázz! Ezt szoktam csinálni, mindig a Ferinek így támaszol rajta, és ezt nagyon utálja. És úgy jól, amíg állok rajta, és mondom neki, mi van, te asszony testű. Asszony testű? Jó van, Teddy, megjegyezzük. De mi nem veszel be engem csendes társnak? Hát úgy se látsz hát, hogy én mit csinálok ott, nem? Hát... Tartom a lapátot. Szó lesz. Még kicsit lefújtsz, akkor már jöhet. Mehetünk Athénba. Ja, hogy akkor nehezék. Gyerekek, én már látlak benneteket, képzel, a Teddy van elől, és azt mondja, Puhaikám, előre! Köszi. Két napja együtt vacsoráztam a Vereckeivel, mit akarsz? Nekem megszaladt. Sapkában volt a Vereckei? Nem, öltönyben volt, nyakkendőben nem ismertem meg. Hát tudod, a versenyén sapkában volt. Hogy? Az olimpián is sapkában volt. Igen. Az ott a baja neki. Nem látta a végét. Ülj ide, olyan jókat mondasz. Jaj, majd amikor Isten. Havas lesz, akkor ide. Életem legboldogabb pillanata, hogy nem én álltam melletted, mert az kegye, az valami kegye. Én itt egy biztos jó nézek ki, te is Simi vagy. Növésbe! Maradjál ma nézni. Csak lapátot ne adj a kezembe, mert dolgozni azt nem bírom. Legközelebb hozok azért. Ki kellett próbálni egy Kenut, mikor volt ez a szilveszteri műsor. Igen? És velem próbáltatták ki, és olyan ciki volt, mert állandóan körbe mentem, hogy mit csináljátok. De hogy csináljátok, hogy előre? A Báhidi bácsi is azt meg tudta csinálni. Batulla bácsi. Tüskevárban! Nehéz ám, azt tudod, hogy állandóan körbe mész. Most mondok neked valamit, én nem is tudok beülni. Térdelni kell, térdelni. Most mondom, nem tudok betérdelni. Istenem, most már nem csak a Havas igazít ki. Azt. De azért ez egy ram? Mi? Hogy a Pulai igazít ki, vagy a Havas, hát azért ez egy ram. Most rám következik, ne menjenek sehová. Ez a heti hetes. Heti hetes. Köszönjük szépen. Wow! Csak így. Csináljuk ezt még egyszer, egy kis tapsot kérek szépen. Igen. Ács! Ezt csinálható még egy kicsit? Amíg benne nem berül. Te egy kis csipolla vagy, komolyan mondom. Csinálra élvezem, azzal együtt, hogy egyet köhintettem, és puff, abban a pillanatban benn voltam képen. Szóval... Bármikor be tudlak ajánlani a Vér Andrishoz. Nagyon helyes kis szobát kapsz majd ott. És ott csinálhatod. Tudod, hogy én miért voltam kiszuperálva? Mert nem voltam katona, egy akut pszichopátiás tünetek miatt. Ján egyes oldalam van, ott álltam letolgatjával a sorozáson, és úgy dőljön előre, és vártam, hogy mikor kíváncsiskodik. És elolvasta ezért, hú, öltözzöm fel. Ennyi volt az egész. Na, az azt de akar... mi volt a papíron?
Akut pszichopátiás tünet, fegyver közeli szolgálata is aggályos, egyébként életvezetési problémái is vannak. Na és végül is mikor szülted meg a gyereket? Na, mi volt ez? Ezt már mondtam egyszer adásban, normális vagyok, megmondták a hangok is. Az elmúlt... Hát ez ilyen hülye, hát... Tényleg, Laci, tőlem állandóan kérdezik, hogy én hány órát dolgozok naponta, és akkor mindig el kell magyaráznom, hogy nálam nincs munkaidő, mert egész nap ilyen vagyok. Te egész nap ilyen vagy? Hát nézd rá most, tényleg, hát ez... De és a környezeted ezt hogy tolerálja? Nincs neki. Azt akartam mondani, hogy ha még csúnya is lennék, akkor nehéz lenne, de így... Kiszeli Katalin és Molnár Róbert volt kisgazda, majd független képviselők, ezentúl a Fidesz frakcióját erősítik a parlamentben. Molnár elmondotta, hogy erre azért került sor, mert ő nemzeti konzervatív politikusnak tartja magát, a Torgyánféle FKGP viszont balra sodródott és titkos paktumot kötött az MSZP-vel. Ez nagyon jó. Szóval ez a Molnár azt mondja, hogy ő egy elfszerű ember, azért nem tart a Torgyánékkal, mert hogy azok sodródnak. A Fideszben a helye nagyon jó helyre ült. Ez egy régi Dakota közmondás, hogy minden Molnár a maga Molnára hagyja. Engem még nagyon izgatott Eddinek, honnan szedted ezt? Honnan tudtad, hogy egy kisgazda, mert ez egy kisgazda vezető, megjelent, ezt a nevet is tudom, csak tényleg nem akarom mondani. Jó, hogy valaki így utána jár. Nem, én azért remélem, mert nem lesz semmi baj, mert nagyon tág körben indulhat a nyomozás. De nem, hogy ez a Molnár, ez nem szégyelik maguk, ezt én komolyan mondom, hogy ezek nem. Hát ezeknek nincs hivatások, nincs munkájuk, csak hogy ne kelljen dolgozni egyikből ki a másikba be. Hát ez a Molnár, ez írt egy... Ugye még el is küldte, sőt meg is hívott, hát kiment el, Teddy ment el, volt a könyvének a átadása, volt ingyen kaja, meg adtak ilyen, nem tudom, bort. Arról elmentem. De ott voltál. De nem ettem. Azt nem tudom. Nem csak mondom, hogy volt egy ilyen könyvbemutató. Tisztelt Bíróság, ez azért még nem derült ki teljes bizonyossággal, hogy... Hát és hát, ha pacal van, mit lehet tudni? Tehát kiderült, hogy ez a Robi, ez nem jött ki a Józsi bácsiból, érted? Egy fél órára, ami ki sem nézett hátulról. És akkor megírta ezt a könyvet, és most nem tudom, ez borzasztó ember. Újságot égetett mögötte. Igen, meg ő tartott ezt a szócsőt. Borzasztó gusztustalan. Én is azt nem értem tényleg, hogy ez hogy van, hogy kedden te a Fradinak drukkol, szerdán az MTK, az teljesen mi a csütörtökön, az Újpest meccs, szóval ez már egészen hihetetlen, hogy ez... teljesen hiteltelen a dolog, szóval nincs. Ugyancsak egy darvas vers, az a cím, egy méhkas. Darazsakkal méh paktál, felzúdul a méh kaptár, azt hirtatják, hogy a mézből mikor mennyit miért kaptál. Dolgozó közterefere, búcsúzik a felehere, no de vajon jobbról, avagy balról lesz a herecsere. Gyerekek, most komolyan! Most tényleg gondoltátok volna, hogy a jáksoló verset írnak? Szinte ilyen. Én, ahogy így első olvasatra... Pincérnők szépségversenyét rendezik meg a hó végén. A szervezők elmondták... A szervezők elmondták, hogy nem csupán a szépséget és a dekoratív külsőt veszik figyelembe, hanem... Hanem. Tök hülye vagyok. Mit vesznek figyelembe? Ne olvassam fel? Olvasd már, csak egyszer olvasd. Hanem a versenyző kedvességét, empátia készségét és humorérzékét is. Hát, hogy számolniuk nem is kell. Az asszisztensem a rádióban, itt aranyos fiú, a testvére, nem fogjátok kitalálni, hogy milyen versenyre akarok beszélni, temetkezési vállalkozó, kim volt Bécsbe, volt temetkezési vállalkozók versenye. Ki temet gyorsabban, vagy mi? Többet. Koporsó vívés volt és halott öltöztetés, és másodikok lettem. Az is, még ebben is? Pedig temetni azt tudunk, azért valljuk. Nem, mi újra temetni tudunk. Ja, újra temetni. Abban vagyunk nagyon jók, igen. És ebből lesz olimpia is, vagy mi? De én nagyon szeretem a pincérdumákat, mert... De várjál még itt ennél a temetési versenyt. Miért is kell olyan gyorsan csinálni ezt? Hát, hogy nagyobb legyen a forgalom.
Jaj, Istenem, elképzeltem egy ilyen közvetítést. Mi az? Elképzeltem a reklamálást. Most engedik le a koporsót. Reklamálni, hogy ez neki nem volt jó, nem? Hogy megy az? Azért, hogy ez egy milyen szak. Most fordul be a koporsa a kapun. Az özvet szép függönyös belírozat ruhában van. Borzasztó. Júci, te már fekete humorhoz öltöztél. Az állami számvevőszék számos szabálytalanságot tárt fel az Ország Imás Központ munkájában. Stumpf István kancellária miniszter intézkedési tervében kifejti. A jogtudomány képviselőitől véleményeket szerez be, és szükség esetén kezdeményezni fogja a közbeszerzésekről szóló törvény módosítását. Hát kérem szépen, a Stumpf István kancellária miniszter 5 teljes évig volt oktató a jogi karon. Ennyit lehet felejteni ennyi idő alatt? De ha már itt tartunk, van itt előttem egy e-mail, azt mondja, hogy az alábbi dolgok tisztázásában kérném a segítségüket. Bizonyára hallották azt a hírt, hogy amikor végre akadt egy ember a magyar miniszterek között, aki vette a bátorságot, hogy példamutatási szándéktól vezérelve a dohányzásról való leszokásra utasítsa az egészségügyi tárca területén dolgozókat, akkor olyan nyilatkozatok jelentek meg és hangzottak el, amelyek az ilyen utasítást alkotmány ellenesnek minősítették. Most jön a kérdés, elképzelhetőnek tartják, hogy a belügyminiszter azért nem utasította a rendőrfőkapitányokat a törvények példamutató betartására, például, hogy ne sértsék meg a személyiségi jogokat, mert ő nem akarta megsérteni az alkotmányt? Szóval az a helyzet, amit itt mondtál, hogy mi egy szobában is dolgoztunk azokban az években, meg később is én nekem... Nem sokan irigyelnek téged ezért. Hát, szóval a mondatban igazán tudod, mi a súlyos a vége. És szükség esetén kezdeményezni fogja a közbeszerzésekről szóló törvénymódosítását. Ennek megint a magyar fordítása az, hogy hát ha kell, akkor törvényt is változtatunk, de mi nem tévedtünk. Úgyhogy ez a... Feltörték a Nemzetbiztonsági Hivatal honlapját. Az internetes oldalon Pistikéjék aláírással egy kalóz csoport a saját üzenetét helyezte el. Bin Laden, Bush 1-0 felvezetésű közleményükben bírálták az Egyesült Államokat, nehezményezték a képviselők fizetésemelését és Tordján házépítését. A hivatal MTI-hez eljutatott közleménye szerint a belső számítógépes rendszer teljesen zárt, és sem elektronikusan, sem fizikailag nem közelíthető meg idegeneknek. Most ezt ide mértitek, ugye? Én nekem, ne. Nincs nekem. Hát nem mértitek, hogy hogy lehet egy honlapra tenni dolgokat, miközben kiadják a közleményt, hogy ehhez nem lehet hozzáférni, ugye? Se testileg, se lelkileg, ugye? Egy belső titkos féreg fog a rágja. Én el tudom magyarázni, mert vannak ilyen csodálatos dolgok. Nekem egy évig fájt a térdem. Küldtek sugárzásra, meg fizikoterápiára, meg tornáztatták, meg adtak mindenféle gyógyszert, és nem múlt el sehogy. És aztán egyszer betömettem egy fogamat, és egy fél óra múlva elmúlt. Mert van ez a, hogy góc van a szervezetben, hogy a torkot fáj, vagy a fogat fáj, és attól ez kisugázik. És elmeséltem a házi orvosomnak, nagyszerű házi orvos, nem akarom őt bántani, és azt mondta, hogy ez egy hülyeség, amit én mondok, mert Amerikában már megdőlt a góc elmélet. Mondom, akkor ezek szerint nekem még mindig fáj a térdem? Azt mondja, igen. Na akkor most kicsit térjünk még vissza ez a honlap históriához. Ez a bácsó híre, igen. Egyébként az, hogy feltörték a Nemzetbiztonsági Hivatal honlapját, ez semmit nem jelentett, bármilyen honlapot fel lehet törni. Az CIA-t is feltörték egyébként egy 2 éve körülbelül. A szöveg tartalma az érdekes, én elolvastam. Ez egy ilyen bőrfejű gyerek, aki csinálta ezt az egészet, és az érdekessége az, hogy most szemmel láthatólag ideológiai zavarban van a fiú. Tudnilik, eddig teljesen nyilvánvaló volt, ha lát egy arabot, belerúg. Most is szeretné, de rájött, hogy most ebben a szent helyzetben, aki az arabot rúgja, az tulajdonképpen a globalizmus szekértolójává válik. Mert az arabokat most az amerikaiak verik. Akkor most mit csináljon az arabokkal? Ezzel a kérdéssel küzdik, tehát ezzel vívódik, és láthatólag végén eljut egy olyan állapotba, amikor kezdi kibontani egy majdan megvalósuló antiglobalista arab verés elméleti alapjait.
Szerintem ezt a hírt megint nem jól olvastátok. Ez a hír így komoly, ahogy van. A vége felől lehet megmagyarázni. A hivatal az MTI-hez eljutatott közleménye szerint a belső számítógépes rendszer zárt, nem lehet feltörni. Akkor egyetlen magyarázat van, Pistikék ott dolgoznak a hivatalban, csak rohadtul unják már mit csinálni. Az út mentén dolgozó örömlányok újabban almaárusnak álcázzák magukat. Hát ki? Almaárusnak, ki? Költárusnak, attól függ, hogy milyen alakú a... Bocs, még egy, a narancssal meg már tele van a... Az idősebbek meg dinnyét árul. Nem voltam itt fél évig márciusban jártam kutójára. Hogy mit emelkedett a színvonal? Kérdeljék el, hogy március óta nem volt egy ember, akivel a kurvákkal elbeszélgethettem. Egy ember nem volt. Pedig azt akartam mondani neked, Váncs, hogy azért a kukacőket még mindig jobban érdekli, mint az. Egy csajesztje történetet elmondhatok? Nincs itt a hamar. Úgyis el fogod mondani. Hát. Maltona voltunk a Gabrovai Humor Fesztiválon. Hol, papa? Ne haragudj. Gabrovó. A levágott farkú macska, ez népi humor, hogy kinyitják télen az ajtót, hamarabb bejön a macska, és nem hűti ki a lakást, ez a jelképe. A népi humor, mondd a Gálvölgyinek, miért rám nézel? Hát én... És azt mondta a Maton, hogy ne együnk egész nap, Szófiából indultunk, mert a Sipkaszorosnál isteni kaját kapunk, a Sipkaszorosnál 6000 úttörő állt, és ilyen mamut csontokat árultak. Étlen szomjan voltunk egész nap, és mentünk az út mellett a bolgász cseppén, és egyszer csak azt látjuk, hogy az út szélén cseresznyefák vannak. És azt mondja a Maton, hogy ezt a szófiai vit idejét építették, ültették a... Ott voltam. Ültették. Gyakorlatilag csak beszélni ne kellene, mi? Az nagyon kellene. A mindegy. Szófiai vitre ültették, hogy a tikka... Fakszoldát tenni, hát nem tudom. Szó szerint akarom idézni a Martont, mert azt mondta, azért ültették, hogy a tikkat, megfáradt vándorok a szomjukat oltsák. És egy ilyen csősz közeledett felénk, és a Marton csak mesélte, mi meg ott cseresznyéztünk, és akkor jött a csősz, és így marhán rászta a botját, és akkor mondta a Sink, hogy te... Fici, ez a csősz is tudja, hogy ezt a tikkat megfáradt vándorok, és aztán Szófiáig futottunk. Azt tudjátok, hogy miért vigyorog a kerti törpe? Mert a fű csiklandozza a heréit. Ha a jogalkotók elfogadják a közlekedés biztonsági szakemberek javaslatát, akkor jövőre nem követ el szabálysértést az a gépkocsi vezető, aki egy pohár sör vagy egy deci bor elfogyasztása után volánhoz ül. Nekem volt egy ilyen esetem. Hát te annyit ihatsz, hát te nem jelzed fel. Nem, én egyáltalán nem. Volt egy esetem, nem mondom el, tényleg Hortobágy. Csárda előtt megállított egy rendőr, ki a következőt mondta. Azt mondja a rendőr. Te szó szerint. Belén? Mi szól? Mi van? Ahhoz fogyasztottunk. Mondom neki, így ülök, mondom, igen. Igen? Ha, nagyon nagy baj lesz belőle. Mondom, nem hiszem, uram. Nem hiszi? Miért? Mondom, mert én a jobb oldali ülésen ülök. Azt hittem, ott halok. Nem Skóciában voltál? Mert hogy neki muszáj belekötni mindenki. Na de ha téged elkapnak, most kapsz egy büntetés, akkor csak visszaválaszolsz, hogy fellebbezzel, mert egy úttörő vagy, aki megelőzted a korodat, nem? Mert most már szabad lesz, nem? De ő nem vezet, tehát most neki nincs jogosítvány. De ő inni tud, vezetni nem. Ő... Te döntöttél. Imre! A
fél ország vitatkozik a vágó műsor óta, te tényleg nem ismered a kuplunk kifejezést? Nem. Már de. Hát, hogy az Isten. De hogy ez a kocsinak valami része? De én nem K betűvel tudtam. C-ben, cukorul. Nem, én cirkus. De komolyan mondom. Ne, kijött egy ember, apámnak az egyik hivatali kollégának a felesége volt, vagy férje volt, és azt mondta, tényleg, azt mondta, hogy ő hivatása, tehát ő ez a foglalkozása, és kijött hozzám, még Zuglóban laktam, soha nem felejtem, és azt mondta, hogy én vagyok az, aki magát megmondom, nagyon nagy boldogság, azt mondta, vegyen föl egy cipőt, jó, kimentem, beültem, és látom, ott van három ilyen megoldás, amit itt lehet. Nevezzük pedálnak. Hát csak az egyszerű. De mi megjelent. Nevezzük? Vagy ő, ugye? Mondjak szekrény, ha mindegy. Mondom neki, uram, egy dolgot mondjam meg. Melyik a puklung? Azt mondja, mit mondom? Mondom, hogy ebből a háromból melyik a puklung? Azt mondja, ne haragudjon, én nagyon kedvelem magát, de nem vállalom. Az ország boldogsága két dolgon áll, vagy bukik. A kormányzás formáján és azoknak a jellemén, akik a közügyeit intézik. Írta az újra feleskedett 80 ezer köztisztviselőhöz szóló levelében Orbán Viktor. Úgy hiszem, megvetettük a helyes kormányzás alapjait, büszkén állíthatjuk, hogy mostanra szilárd formába öntöttük azt. Ebben az évben pedig figyelmünket önök felé fordítottuk, tettük ezt abból a meggyőződésből kiindulva, hogy csak egy olyan köztisztviselői kar valósíthatja meg Európa egyik legjobban szervezett államát, amely eszközt és lehetőséget kap, hogy munkáját élethivatásszerűen gyakorolja. Majd így zárta üzenetét, Isten segítse önt, hogy munkáját emelt fővel, erővel és kitartással végezze. Ezt én egybeolvastam az előző híremmel, azt hittem összetartozik, és akkor úgy értettem, hogy úgy is módosítani kell majd a kreszt jövőre. Tehát lesz ilyen, hogy politikai kreszt szabályok. És akkor ebből meg arra gondoltam, hogy mondom, hogy az előzővel együtt, hogy majd biztos, hogy lesz olyan, hogy diadalitas vezetésére eltiltanak kormányzástól. Nem az egészet olvastad el itt, az egész nem fogom felolvasni, csak Váncsa Velebes elszokta nekem magyarázni a dolgokat. Az első szakaszból egy mondat. A múlt ugyan elesett hatalmunkból, de a jövőnek ismét urai vagyunk. Ez még egyszer? A múlt ugyan elesett hatalmunkból, de a jövőnek ismét urai vagyunk. Nézd meg az eredetét. Magyarul ezt arról meg van... magyarázni? Természetesen meg tudom magyarázni. Arról van szó, hogy éveket fetszültünk bele abba, mi a Fidesz, ugye? Éveket feszültünk bele abba, hogy újraírjuk a múltat a saját szempontokból, eddig még nem hitt el nekünk senki, de dolgozunk rajta. Ez jelenti. De várjál, a legfontosabb, ebben az egészben a legfontosabb az, ezt én ötször elolvastam, mert nem akartam megérteni, hogy a boldogság két dolgon áll, vagy bukik a kormányzás formáján és azok jellemén, akik a közügyeit intézik. Miért gondolja valaki, hogy mindenkinek csak a politikán múlik a boldogság? Ez azért nagyon Egy pillanat, kérem szépen, azt mondja az ország boldogság, ez nyilván nem a benne levő egyének boldogságának az összessége, hanem egy általánosabb fogalom, kérem szépen, a közjónak a felvirágzása, mint olyan, azt mondja, hogy azoknak a jellemén, akik a közügyeit intézik, igen, a kormányzat képviselőinek a jellemén, ez igaz, nem kell lopni, nem kell hazudni, nem kell a törvényességet lábbal tiporni, és a hazafényre derül. Az a helyzet, mindig kinyitom a számot, te megszólalsz, ezt veszed, te nem veszed észre, csak a közönség. Ki lesz hívva? Magyar hangja Váncsa István. De az az igazság, hogy jobbat mondasz, úgyhogy nem baj. De azért azt el akartam mondani, hogy milyen érdekes, hogy az Orbán Viktor ugye egy személybe írja ezt a levelet, ugye? De Királyi többest használ, ugye? Többes számban beszél, bár egy személybe írja. 80 ezer ilyen köztisztviselőnek írja, ugye? Akit, de őket személyesen szólítja meg. Aminek ugye a pszichikai alapja az, hogy te egyedül, te magad érezd, hogy mi egy hatalmas erővel tornyosulunk rád, és presszionálunk téged. Ez az egyik része. A másik, ami nekem nagyon tetszett, azt mondja, hogy munkáját emelfővel végezze. Ugye egy köztisztviselő miket csinál, hogy például aláír, amit így kell.
Én ellenvéleményt jelentek be Váncsával, szóval de belemondanám a kamerába, hogy az én boldogságom feleségen, gyereken, anyán, tavaszon, felhőn, lovon múlik, az önök jellemén nem. Második Erzsébet angol királynő megkapta élete első mobiltelefonját. Egy dolgot nem értek, hogy a korona az földdel, vagy antennaként. Hát akkor nincs térerő, vagy pedig jobb a vétel. Nem játszanátok el? Nem tudom, a Kamila felhívja a második Erzsébetet. Tessék, a Pulainak játsszuk el, eszembe jutott valami. Te hívjál föl engem, várjál, én ki lennék? Ja, te legyél második Erzsébet. Please, madam, ezt magamnak... Várjál, én nézzük! Halló? 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 Hát, édesapám... Mindig te vagy a figura, hát... Legalább hadd legyek pupos, vagy valami, azért nem kell mindenkivel dumálni. Halló? Halló, kivel beszélek? Börzsé. Elizabeth. Zwei. Ki? Elindem be. De beszél németül is. Második Erzsébet? Igen. Ez is tényleg se kell nem beszélgetni. A telefonszám 061-382-2144, a címünk Budapest 1919, Fehérvári út 8995, e-mail címünk hetihetes@rtlclub.hu, van egy webcímünk is, www.rtlclub.hu. Még egy rövid részlet Darvas László könyvéből, az a címe az utolsó versnek, úgyis megállítom a tapsot, mert így teljesen szakmai hibának számít, mert tapsból jó zárni, mi? Na mindegy. A hegyi gorilla búcsúja. Nyugalmam őrzik, bambuszok, liánok, találkozunk, ha te is megpihensz. No, Isten áldjon, homo sapiens. Találkozunk egy hét múlva.